Hát szervusztok, üdvözöllek benneteket a Haladó egy újabb epizódjába. Hát novemberi szeles metódozás lesz a mai menü. Itt vagyok a Majosligeti Horgász és Szabadidő Parkban. Ez közel van hozzám, ilyenkor, ha van egy ilyen kis gyors szabadnapom, akkor ide tudok a legkönnyebben kiugrani. És hát hétvégén lesz egy versenyem is, ahol valószínűleg legalábbis bízom benne, hogy hasonló méretű halakat kell majd fognom, mint itt, úgyhogy egy kicsit gyakorlom a fárasztást. Nem is akarok távolra horgászni, nem fogok nagy távolságot dobni, mindössze egy ilyen 45 métert mértem ki magamnak, és hát metóddal fogok horgászni. De ugye hideg van már, eroposan lehűlt a víz, úgyhogy az a szokásos kis pellet keverék, amit szoktam ilyen hideg vízben használni, ugye a Promixnak van egy ilyen 2 és 4 mm-es pelletekből álló kis keveréke, azt kevertem most is be, hogy annyi különbséggel, hogy tettem hozzá most már egy kis ilyen likvidet, egy ilyen Ice Cart névre hallgató likvidet, ez egy ilyen nagyon sűrű folyadék, lesüllyed a víznek az aljára, úgy kell elkeverni a vízzel, amivel bekeverem a pelleteket, de ad egy ilyen nagyon érdekes, ilyen, nekem egy kicsit ilyen csokoládéra emlékeztető illata van, az ízét azt nem mertem még megkóstolni, de majd mindjárt megfogom. Tehát az illata az ilyen csokoládéra hajazó, ezzel lett fölvizezve a pellet, mindössze 1 kilónyit kevertem be, szűken egy ilyen 5 deci vízzel feláztatva. Ami apróság, még valami apró trükk a dologban az, hogy mivel elég mély előttem a víz, hogy én mértem, legalább egy 6-7 méter körül lehet úgy a számolásból ítélve, nem szeretném azt, hogy menet közben kioldódjon a kosaramból a cucc, ezért tettem még hozzá egy kis cell, ilyen mainline-nak van egy cell névre hallgató, ilyen nagyon sűrű, szirupszerű likvidje, ugye mutattam már ezt nektek filmekbe, csak mondjuk más márkából. Tehát vannak ezek a pellet szirupok, amik azt hivatottak, hogy megragasszák egy kicsit a pelletet, tapadósabb legyen, ne tudjon a behulló kosárból víz közt kioldódni. Úgyhogy ezzel van fölkeverve a pelletem. Hát itt van egy adagot, ide készítettem most ide magam mellé. Még annyi kis trükköt fogok mindjárt vele csinálni, hogy most már rendesen meg is tapadt. Tehát nagyon jó tapadós ez a pellet. Lehet látni, hogy nem is lehet olyan könnyen szétmorzsolni. Fontos az is, gondolom, hogy ilyenkor egy kis szín is legyen azért a dologban, ne csak az illat, úgyhogy ilyenkor is szeretem használni ezt a Boily Crush névre hallgató csoki narancs ízesítésű, de ami a lényeg az, hogy egy ilyen rózsaszín színe van. Ebből teszek hozzá szűken egy ilyen kb. Egy ilyen kis kupaknyit, nem kell sokat. Ezt elkeverem. Ez azt jelenti, hogy a barna szemcsék között van egy kis rózsaszín feltűnőbb szemcse, ami esetleg még tudodébb is lebegni a vízben, fölkeltve a halaknak remélem a figyelmét. És hát, hogy további színt vigyek az életembe, úgymond, van a fűkabécnek, most már Magyarországon is elérhető, azért merem ezt így nektek mutatni, mert én ezt még Angliából rendeltem még tavalyi év folyamán. Van egy ilyen sárga színű mikro pelletje, ebből is még amennyi maradt ebbe a kis zacskóba, ezt még hozzákeverem. Úgyhogy van egy kis színes, ezzel fogok horgászni. És hogy hát mi lesz a szerelék, amivel horgászni fogok, azt is mutatom. Horizon Pro X botot hoztam most magammal. Ezzel a 40-50-60-70 méteres távolságok kényelmesen meghorgászhatók, ez a Distance szériába tartozik. És ami az érdekessége a szerelékemnek, hogy ezt az Open Alloy kosarat hoztam, amit ugye kézzel lehet pelletekkel megtölteni, főleg ezzel a fölláztatott pellettel. És ami a lényeg, hogy gumizott metódkosárral fogok horgászni. A gumit nyilván előtte ellenőriztem, hogy a csomónál különösen nehogy véletlenül meg legyen sérülve, el legyen érve. Ezt nektek is javaslom, hogy mielőtt használatba vennétek, akkor mindig ellenőrizzétek le a gumit, hogy nehogy meg legyen már rojtosodva, ki legyen szálkásodva, mert bizony akkor el tud szakadni. És hát azért is használok most gumizott metódot. Horoggal fogok horgászni, 14-es horog van fönn, egy 18-as előkén, és hát kell a ez a rugalmas rész ebbe a kis szerelékbe, hogyha
egy jobb testű halat fogok akkor is biztonsággal ki tudjam fárasztani. Ne adj Isten, tudok még kisebb horoggal, még vékonyabb előkével is horgászni, hogyha erre a halak részéről igény van. Mondhatom azt, hogy egy minimál pecára készülök, igazából nagyon nagy flikflak nincsen most a dologba. Egy jót szeretnék csupán horgászni, gyakorolni szeretném a pontos dobásokat, hiszen a hétvégén a versenyen azt gondolom, hogy ennek kulcs szerepe lesz, és hát meglátom, hogy mit sikerül a mai napon fogni. A csalim egyébként pelletek lesznek, wafterszek, vagy süllyedő pelletek, majd attól függ, hogy a halaknak mire van étvágyuk. Jelen pillanatban mindössze most egy doboz ilyen 8 mm-es mangós pellet van ide, készítve narancssárga színbe. Mindig szoktam mondani, hogy a szín az, ami számomra lényeges, ugye a pellethez is azért tettem most ezt a morzsát, hogy egy kis színt vigyek a dologba. És hát a csalinál is most itt egy narancssárga van, de hogyha ez nem jó a halaknak, akkor majd fogok a színekkel még variálni. Ki fog derülni a nap végére, hogy ez a szín ez megfelelte, vagy pedig más színhez volt kedvük. Igaz, hogy mély a víz, hiszen mondtam, hogy ilyen 6-7 méter körül biztos, hogy van, de a halak még ebben a mélységben is, főleg, hogyha most már szépen ki fog sütni a nap, akkor az árnyalatokat meg fogják tudni különböztetni. Hát pont a színeket nem hiszem, pontnak nem annyira jó a szeme szemben mondjuk egy pisztránggal vagy egy csukával, akiknek nagyon jó a látásuk. A pont az inkább csak foltokat lát, árnyalatokat lát, de hát nekem pont elég az, hogyha megkülönbözteti a csalimat az ajzatnak a árnyalatától is, arra fog majd rászívni. Na hát akkor pár alapozó etetéssel fogom kezdeni a horgászatot. Nem fogok sokat alapozni, mert egy ütemes horgászattal tervezem a mai napot. 5 perces időre fogom állítani majd az órámat, és hogyha a halak igénylik, akkor ezt vagy rövidíteni kell, de most már így ősz időben attól tartok, hogy majd inkább egy kicsit növelni kell ennek a hosszát. Szerencsére fúj a szél is, elég elénken feltámadt most már, mire elkezdem a horgászatot, úgyhogy figyelnem kell majd a dobásnál, hogy a szélnek az erejét azt ki tudjam korrigálni. Na hát, de pont ezért jöttem, hogy egy kicsit gyakoroljak. Horgászatnál, ugye mondtam azt, hogy egy gumismetót kosárral horgászom, és egy olyan durván 45-50 méter lehet maximum a távolság, amit dobok. Kiszemeltem magammal szembe egy ilyen kis esőbeállót, illetve van mellette balról egy villanyoszlop. A villanyoszlopot próbálom meg célozni, minél pontosabban próbálok horgászni. Ilyenkor már kulcskérdés az, hogy pontosak legyünk, máskor is, de ilyenkor szerintem különösen felértékelődik. És hát ugye mindig nagy dilemma, hogy egy etetést horgászunk, vagy kereső metódozással vegyük üldözőbe a halakat. Én úgy szoktam mindig csinálni, hogy egy ilyen 5-6 dobásnyi alapot mindig szoktam készíteni, és arra horgászok rá durván egy óra hosszát, egy órát. Hogyha volt ott a környéken hal, hiszen ilyenkor már a halak, én azt gondolom, hogy ilyen bandába verődve keresgélik a helyüket, mondjuk ezek a mély területek, ezek különösen jók már ilyen időtájt. Tehát, hogyha az első órában tudok ott kapást kicsikarni, akkor szépen azt a helyet tovább építgetve azt gondolom, hogy maradásra lehet bírni ezeket a kóborló halcsapatokat. Ha viszont egy óra múltán sincsen kapás, akkor nincsen más, keresni kell a halat, szépen lehet beljebb vagy kijebb menni, méterenként, két méterenként, és ahol kapást tudunk elérni, azt meg kell majd jelölni zsinórjelölő filccel, és azt a pontot kell majd horgászni. 45 g-os a kosaram, amivel horgászom. Ugye nagyon egyszerű ezt kézzel megtölteni, nem is baj, hogy most egy kicsit tapadósabb ez a pellet mix. Mehet is be az első csalizott dobás. Érdemes mindig lenyomni a botnak a spiccét ilyenkor a víz alá, hogy ahogy süllyed be ebbe a mély vízbe a kosár, a zsinort minél jobban húzza magával és minél előbb elsüllyedjen. Mondjuk ez a szeles idő ez segít ebben.
utána pedig tartóba kell tennem a botot, beállítani az órámon az időzítést. Ugye mondtam, hogy egy 5 percet fogok most rászánni, és hát meglátjuk, hogy az első óra ad-e halat, össze tudom-e gyűjteni őket, vagy pedig keresgetve kell őket megtalálni.
föltámadt a szél, elég hűvös van, úgyhogy föl kellett húznom a cipzáraimat nekem is. Hát amit ráelveztem a mai napra az, hogy egy másfél szűk, egy-másfél óra hosszáig építgetek egy helyet, és megpróbálok egy pontot horgászva az etetéssel összegyűjteni a halakat. Ez működni látszik, ahogy eltelt, hát szűk egy óra kellett annak, hogy egy kicsit épülgessen a hely. Most már megjelentek a halak, sikerült már fognom belőlük. Ami viszont érdekes, hogy az 5 perces ütem az szűk volt, rövid volt, ki kellett ezt tolnom 7-es percre, tehát 7 perces ütemet horgászok most már. Mindig ezt úgy csinálom, hogyha lejár az 5 perc, akkor ráindítok az órámra, és várok még egy 2 percet, hogy leteljen, és akkor szoktam újat dobni. Valami miatt most egy kicsit türelemjáték ez a dolog, hiszen azért hideg a víz, nagyobb bandákba verődve kóborolnak a halak. Tanakodtam azon, hogy esetleg váltsak és elkezdjek így ide-oda random dobálva keresgetni, de mivel itt is megjelennek előttem a halak, inkább kitartok a etetésem mellett. Bízom benne, hogy előbb-utóbb egyre több hal fog összegyűlni rajta, és azért fog csökkenni ez a 7 perces ütem is. De minden esetre jól szórakozok, így is igazából minimál pecán vagyok, itt van nálam ez a szűk 1 kiló pelletnek a fele, még a másik fele az a vödörbe van. Néha-néha azért érdemes rávizezni, hogy a tapadását ne veszítse el. Meg hát ugye egy doboz csali, amit ide készítettem magam mellé, úgy tűnik, hogy ez a narancssárga szín ez nem zavarja a halakat. Felvették a csalimat, úgyhogy szerintem ezzel végig tudom horgászni a napot. Gondolkoztam még azon is, hogy esetleg elkezdjek aromázni, de az aromákkal mindig az a veszélye van a dolognak, hogyha egy nem megfelelő aromát választok, akkor azzal könnyen le tudom a helyet rendezni. De mivel volt már 3 jó halam, meg azért voltak jelek abból, hogy ilyen belebúszások a spiccen, ezért azt gondolom, hogy ez a, mi a pellethez hozzáment, ez a Ice Carp aroma, illetve a celnek ez a kókuszos aromája, ez is elegendő lesz, hogy a halak érdeklődését felkeltsem. A mai horgászat az ennyi volt, ennyi időt tudtam rászánni a mai napra, mármint a halakra.
Hál' Istennek működött az, amit elterveztem. Nem kellett random horgásznom, hanem az etetéssel össze lehetett gyűjteni a halakat. Érdekessége volt egyébként a napnak, hogy már a napnak, ha már a napról van szó, hogy amikor a nap lebukott a hátul mögött a horizonton, tehát ahogy elhúzódott a nap, és megszűnt az az intenzív, éles fény, úgy szűntek meg a kapások is. Nem volt jó az 5 perces ütem, ki kellett tolni akár 10 percre is, pedig olyan szépen felépült a etetésem, olyan 2 óra hossza múlva tényleg ilyen 5 perces ütemmel lehetett horgászni. Halvesztésem az 2 volt, 2 lemaradásom volt végül. Valószínűleg azért, mert horgot cseréltem, és hát innen ebből a kis, itt találtam egy horgot beszúrva ebbe a szivacsba, ezt raktam föl. Hát gyanítom, hogy lehet, hogy meg volt egy kicsit csorbulva a hegye ennek a horognak, úgyhogy annak tudom be a 2 halvesztésemet az új horognak. De minden mellett jót horgáztam, azt gondolom, hogy ebbe a hideg időbe azért egy pár pontyot sikerült haltartóba tennem. Mély most a víz itt előttem, hosszú a haltartóm, hideg is a víz, nem esett semmi bántódásuk nyáron, nem szoktam őket soha így gyűjteni, hanem akkor rögtön visszaengedem őket. Működött nagyon szépen ez a ragasztó, amit használtam most is. Ezek a pellet mixek egyébként, mivel akvagaranttal letetik itt a halakat, úgyhogy itt ez most jól adta, jól működött. És én bízom benne, hogy a hétvégi versenyemen is majd valahogy össze tudom magam előtt rendezgetni a halakat, és egy jót tudok majd horgászni. És a következő túrám az már, ha minden igaz, akkor egy 2 napos sátras, ott alvós, nagypontyos horgászat lesz, ahol a itteni most érni kiülős pecát, amikor egy kicsit azért rá kellett várni a néha a kapásokra, rá kellett ülni a kezemre úgymond, azt majd ott fogom tudni kamatoztatni, mert azt gondolom, hogy ott biztos, hogy rá kell szánni majd az időt, hogy ezek a szép pontyok el tudják csavarni majd a spiccemet. Remélem, hogy így lesz, és hogyha így lesz, akkor arról készítek majd egy videót. Most pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ezen a mostani hűvös novemberi horgászaton, és hogyha tetszett ez a kis videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, kérjétek az emlékeztetőt, hogyha új tartalom kerül fel, akkor ne maradjatok le róla, és hát menjetek horgászni, amíg bennem fagynak a vizek, higgyétek el, érdemes. Sziasztok!